A Vármegyei Bajnokság 17. fordulójában szomszédvári rangadót játszott a Törökszent Miklósi FC, Szajolba látogattatok a hétvégén. Hogy kezdtétek a meccset, hogy mentetek bele a meccsbe? Hát azt gondolom, hogy nagyon jól kezdtük a meccset. Az is volt megbeszélve, ugye az volt a taktika, hogy rögtön az elején támadólag lépünk föl, és próbáljuk a mi akaratunkat érvényesíteni, amit a csapat azt gondolom, hogy maximálisan be is tartott. Magasra toltuk a védekezésünket, ugye az volt az alapvető elképzelés, hogy minél hamarabb, minél direktebben bejátszani az ellenfél védőzónájába a labdákat, illetve minél több labda jusson be a boxba, akár támadásból, vagy akár rögzített helyzetből, és azt gondolom, ez ült is végig. Aztán nagyon hamar, 12. percben gólt kaptunk. Milyen volt ez a gól? Mennyire volt elkerülhető, vagy lett volna elkerülhető? Hát nagyon elkerülhető lett volna, mert a 11-es megelőzően az egyik védünk elveszített egy fejpárbajt. Abból fakadóan született ugye a 11-es. Hát igazából mit mondjak rá, nem tudok okosat mondani. Én azt gondolom, hogy én a játékosommal beszéltem, ő váltig állítja és tudja, hogy ő nem szabálytalankodott. Állítólag az ellenfél játékosa is ezt elismerte. A játékvezető megadta, de ettől függetlenül nem neheztelek a játékvezetőre, gyorsan kellett neki döntenie. Van ilyen az életben, mi is hibázunk, úgyhogy befújt ezt a 11-est. Sok volt még hátra, bár ugye azt szoktuk mondani, hogy egy gyors gól meg befolyásolhatja a mérkőzést, de sok volt még hátra akkor számunkra, akár az egyenlítésig, akár a mérkőzés megfordítására is volt idő. Hát így van, meg amivel kezdtem, hogy gyakorlatilag az első percben Ladányi Dani egyedül lépett ki az ellenfél térfelének közepéről, és egy-egybe vitte kapusra. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy főleg az első fél időben, de a másodikban is, tehát én nem is igazán éltem meg olyat, hogy négyszer vezetjük kapusra labdát, és egyszer se rúgunk gólt. Hát az, mert még szerzünk két kapufát, meg számtalan helyzet, meg lehetőség. Hát ugye ez volt, azért is mondom, hogy az első fél időben rengeteg ilyen szituáció volt, és hát nem, hogy egyenlíteni kellett volna, hanem gyakorlatilag vezetni kellett volna 3 góllal minimum a szünetre. És aztán mi történt a második fél időben? Ugye, ha nézzük a jegyzőkönyvet, látjuk, hogy a második fél időben sem találtunk be. Hát a második fél időben ugye taktikusan játszott a Szajol, ezt is el kell ismerni. Most persze a nézőknek nem jó, nekem sem kellemes, hogy látom, hogy többször van sérülés, meg egyéb olyan szituáció, amiből ugye húzza a hazai csapat az időt. Nem lehet okolni érte őket, mert valószínűleg lehet, hogy mi is ezt tettük volna. A másik fél idő egy kicsit szakadozottabb volt, de ott is megvoltak a nagy helyzeteink, ott pont a Puporka Milánnak, a Farkas Pistának, aki hirtelen egy eszembe jut a két, az a lehetőség, amikor egy-egybe vitte a kapusra, illetve hát a kapu előtt is voltak olyan szituációk, a fejes, egy rögzített helyzet után, hogy 3 méterről fölé fejeltük, hogy egyszerűen az ember már gyakorlatilag nem hitt a szemének, hogy mennyi helyzet maradt kihasználatlanul. Keveset cseréltél, úgy gondoltad, hogy a pályán lévők megoldják, megfordítják akár az eredményt, mert hiszen a helyzetek megvoltak, vagy mi volt? Vagy volt a más oka? Hát én alapvetően úgy vagyok ezzel a cseréléssel, hogy megy első osztályba az a játékos, aki egész héten megcsinálja azt a munkát, amit elvárt tőle a vezetés, akkor lehetőséget kell adni. Ez az esetek 90-95%-ában is így van, tehát utána lehet nézni, hogy szinte mindig maximálisan 5-öt szeretek cserélni. Most viszont ezen a meccsen úgy éreztem, hogy nem tudtam volna másképp belenyúlni, tehát két olyan cserét hajtottam végre, ami majdhogy nem mind a kettő egy kicsit kényszeredett is volt, mert Roninak volt egy sárga lapja, és féltem, hogy esetleg a kiállítás sorsára jut, a Buruzoli sérülés miatt kellett lecserélnem. Úgyhogy ez egy olyan meccs volt, ahol kevésbé tudtam használni a lehetőségeket, ellenben például a múlt héttel, ahol egy olyan fiatal játékos mutatkozott be, aki még nem focizott a Megye-1-be, saját nevelésű játékosunk, a 17 éves Molnár Tibi, de biztos vagyok benne, hogy a tavasz folyamán ezeket a csere lehetőségeket fogom használni. Összesen 6 sárga lapot gyűjtöttük be, van, aki emiatt esetleg kimarad a hétvégéről? Nem, 4 sárgások lettek, 2 is, 2 játékos. Hát ez, azt hiszem 10 sárga született a mérkőzésen,
erre is azt mondom, hogy egy rangadónak ilyennek kell lenni. Tehát az csak nevében rangadó, ahol nincsenek párharcok, ahol hogy nincsen egy kis olyan jelenetek, amikor a játékosok egy kicsit összeugranak, fegyelmezni kell őket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha ilyen hőfokú meccseket látnak a nézők, akkor biztos, hogy még akár többen is kilátogathatnak a mérkőzésekre. A hétvégén Jászberénybe utaztok. Mennyire van győzelmi kényszer a csapaton? Hát győzni mindig szeretnénk. Most az teljesen mindegy, hogy ki az ellenfél. Egy biztos, hogy egy teljesen más mérkőzés lesz, mint ez a hétvégi volt. Ugye, amit előzőleg is megbeszéltünk egymással, hogy a szajoni mérkőzés előtt, hogy tudtuk, hogy egy kis pálya lesz, hogy sok kontakt, hogy gyorsan kell gondolkodni. Sajnos a pálya talaja sem lesz az igazi, ez be is igazolódott, és illetve rengeteg párharc. Ugye ellenben a hétvégén viszont már nem erre fogunk készülni, illetve a héten, hanem arra, hogy egy nagy pályán, egy fiatal csapat ellen, egy sokat futó fiatal gyors csapat ellen fogunk játszani. Úgyhogy a hetünket is ehhez fogjuk igazítani a felkészülés szempontjából. Motiváló lehet, vagy teher inkább, hogy itt vannak a tabellán elfogadt helyezés alapján a nyomunkban a riválisok? Hát én azt próbálom a játékosokat átadni természetesen, hogy motiváló legyen. Ez jó is egyébként a bajnokságnak, hogyha szoros, bár most a Földvár egy kicsit meglépett, illetve hát ők azért látszik, hogy a játékos állomány szempontjából is azért kiemelkednek ebből az osztályból. De hát nem adjuk föl, illetve hát a mögötte levő 4-5 csapat viszont azt gondolom, hogy hasonszörű, ott lehetnek körbeverések, majd meglátjuk, hogy a véges számolásnál ki lesz jobb pozícióban. Köszönöm szépen, és sok sikert Jászberényben! Köszönjük szépen!